Lindström. Milliómosnak tilos a csók. Magyar hangok. Simonyi Réka, Gubányi György István, Orosz Helga, Pálmai Szabolcs, Dögei Éva, Újréti László. Írta Tim Kreise. Zene ifjabb Gert Wilden. Fényképezte Bernd Neubauer. Rendezte Dirk Régel. Mert ilyen megtérüléssel nevetve megcsináljuk. 10% alatt a befektetőim ledobnak az Öreszont hídról. Teljes joggal. De megkérdezem. Köszönöm. Lindenberg úr, ön egy jó ember. Önnél lakhatok és önnek dolgozhatok a korábbi végrehajtási eljárással kapcsolatos kellemetlen incidens ellenére. Hokán, ez most... Azonban, ha nem hanyagolja végre az üzleti ügyeket a saját esküvője napján, akkor én magam a saját két kezemmel dobom le az Öresund hídról. Remélem, megértettük egymást. Mihez is kezdenék maga nélkül? És? Hogy tetszik? Nos, hát kicsit sok a piros. És ez mit szimbolizál? Talán valamit elgázolt az autópályán. Ez tükrözi azoknak az országoknak a szenvedését, amelyek a multinacionális vállalatok áldozatai a modern globalizációban. Ez vagy te. Ha valaki még nem ismerne téged a háborús festményeidről, akkor a politikai előadásaidról megismer. Hello, drágám! Kávécskát! Köszi. Egek! És ez mit szimbolizál? Hokan? Igen. Most már jól csinálom? Lindberg úr, ha nem találkoztam volna a feleségeimmel, nem vesztettem volna el a vállalatomat, és nem tudnék így csokornyakkendőt kötni. Ez most nem nagyon segít, Hakan. Én azt mondom, Lina kissé más, mint a többi nő. Emlékeztet a harmadik feleségemre, vagy az ötödikre? Mindegy, minden esetre Lina az a nő, aki többet adott önnek bárki másnál. Pont az ellentét a negyedik feleségemnek, de ez most nem tartozik ide. Fényt hoz az ön életébe. Nem értem, amit mondasz. Ezt már elmagyaráztam. Hogy lehet, hogy a saját anyámat győzködöm, hogy eljöjjön az esküvőmre? Az eszméid és a véleményed csak nem lehetnek fontosabbak, mint én. Én csak egyszerűen nem akarlak abban támogatni, hogy a rossz férfihoz menj hozzá, és boldogtalan légy. Még csak nem is ismered. Azt sem tudod, milyen ember. Még csak két fotón láttad eddig. Egy férfiról a tettei beszélnek. És a tevőlegényed a múlt hónapban átvette a fürdőkádgyártókat, és 800 embert kirúgott. Igen, de az
Azért volt mama, mert nem volt választása. Mi? Most már szakértő vagy? Tomás egy nagyon kedves ember. Max is nagyon kedves ember. 16 voltam. Most sem vagy sokkal több, és hozzámész egy férfihoz, aki jóval idősebb nálad. Én 24 vagyok, Tomás pedig 39. Na és? Mi itt a baj? 20 év múlva, te még fit leszel? Ő meg addigra mankóval jár. De ez azért... Igen, azért a számogatásra abszolút. Már is rászorul. Aztán megjön a járókeret. Te már csak tudod. Minden férfi elmenekül tőled. Az apámat is beleértve. Vigyázz, Lina. Ne menj túl messzire. Miért ne? Mi van abban rossz, ha egy becsületes és megbízható férfit szeretnék magam mellett tudni? Mégis mi? Nem rockzenészt, munkanélküli festőt vagy forgatókönyvírót. Becsületes, megbízható. Házasodni akarsz, vagy egy közgyűlést összehívni? Hol itt a spontaneitás? Nem tudsz mindent megtervezni és kontrollálni az életedben. De. Ez meglepetés akart lenni. Természetes, hogy elmegyek a saját lányom esküvőjére. Nem akarom, hogy azért gyere el az esküvőmre, mert úgy illik. Azt akarom, azért gyere el, mert tényleg örülsz neki. Azért, mert támogatsz engem. De hogyha ezt nem így érzed, akkor jobb is, ha nem jössz el. Igen, de Lina... Mama, eddig egyáltalán nem érdekel Tomás. Nem fogom magam izgatni emiatt. Szia, drága! Szia! Ma bejelentkezett egy új vendég a különleges lakosztályba. Őt még nem láttam. De... Öltönyben egyszerűen észbontó lehet. Na hát, jó fogás. Úgy bizony. Megkaptad már a ruhád? Igen, már elindultam. Már megint késésben vagy. A saját esküvődről is el fogsz késni, hogy neked mindent az utolsó pillanatra kell hagynod. Én innen bármikor elmehetek, aztán az esküvői ruhaszalon előtt várlak. Oké, ott találkozunk. Max? Lina? Tényleg egy milliárdossal házasodsz? Először is csak multimilliómos, és ez nekem nem számít. Másodszor, ő egy úriember. Oké, rendben. A bulvárlapok szerint a legáhítottabb skandináv aglegény. Szép gyöngyfülbe való. Mióta olvasol bulvárlapot? Csak a fodrásznál. Mióta jársz fodrászhoz? Mennem kell. Jó volt újra látni. Igen. Örülök, hogy még mindig olyan vagány vagy, mint korábban. Sajnálom, hogy elütöttelek. Lina! Én sok szerencsét kívánok. Komolyan, tényleg. Tartott ennyi ideig. Veszekedtél anyukáddal? Igen. És Max-szal is összefutottam. Mi? A te Maxod? Ő már nem az én Maxom. Lekésem a saját esküvőt. Tényleg, gyorsan! Lindbergh úr aggódott, hogy ön már egy másik kontinensen van. Az első vendégek már megérkeztek, és úgy tűnik, hogy a papnak ízlik a pezsgő. Tehát minden jól halad. Lenne olyan kedves? Igen, intézem az autót. Hát
itt vagy. Gondoltad volna, hogy összeházasodunk? Megfordult a fejemben párszor, néha. Vagy 200-szor. Édes vagy. Hello, Berit. Szia. Na, az esküvői ruha megnyugtató. És még a csokor? Drágám, ne üsd magad. Gyere ide. Így. Te csak pihenj, majd én gondoskodom a mennyasszonyi csokorról, rendben. Szeretlek. Okán. Igen. Előre menne a templomba és foglalkozna a vendégekkel, ha megkérem. Persze. Na, és Hokan, melyik is a leggyorsabb autóm? Nagyon sajnálom, mondja ön... Nem fejezte be a kérdését. Jól van, vagy megsérült? Dehogy, semmi baj. Mondja, nem találkoztunk mi már valahol? Nem. Arra emlékeznék. Ha megbocsát, sietnem kell. Oké. Még egyszer elnézést. Jó. Minden rendben? Egy álom. Ez inkább egy iszonyú rémálom. Adnál egy hosszú övet? Nagyon szívesen, de ezen már nem segít. Hogyan tudták a ruhámat így összekeverni? Fogd fel pozitívan. Egy molett hölgy egy sokkal nagyobb problémával néz szembe, mint te. Ez nem nyugtat meg. Akár egy szalamandra a vedlés előtt. Egyáltalán nem. Majd néhány biztosító tűvel megigazítjuk. Igen. Meg hát, a szalamandra nem vedlik. Ez a sors keze lehet. Ez egy jel, hogy a szerelem Tomás iránt csak egy illúzió. Léna, a szerelem csak illúzió. Biokémiailag csak dopamin, endorfin és noradrenalin ideiglenes túltermelése. 3 év múlva elmúlik a rózsaszínköd. És az egyetlen mérhető különbség a férfiak között a számla egyenlegük. Tomás számodra az igazi. Higgy nekem. Ő olyan... becsületes és megbízható. Gazdag és jóképű. Ő az. Aj, Tomás. Szia, drágám. Van egy kis probléma a mennyasszonyi ruhámmal. Neked minden ruha jól áll. Ez nem. Jó, sietek. Ó, Istenem, olyan melegen van. Úristen, égek! Ég a fenekem! Vizet! Vizet! Gyorsan! Inkább rongyot szerettem volna. Jó ég. Oké. Oké, sors. Meg akarod akadályozni? Akkor mondok én valamit. Ha azt akarod, hogy két ember szétmenjen, akkor jobban közéjük kell állnod. Igen. Ez a jó hozzáállás. Helyes. Amúgy nem nagyon hiszek a sorsban. És a hülye felülről érkező jelekben. Nem. Te nézd meg. Ne kövess el hibát. Mi összetartozunk. Most és mindörökre. Ez a mi sorsunk. M. Igen. Örvendek. Semmi. Még egy postafiók sem. Menjünk a falusi templomba. Az M bármit jelenthet. Például? Mama?
Nagy, kérlek, ne viccelődj velem! El kell mennem hozzá. Nem. Megiszol 3 jégert, és hozzámész Thomashoz. Tényleg nem érted? Ő volt az első nagy szerelmem, talán az egyetlen. Teljesen össze vagyok zavarodva. Úgy leszóltam őt reggel. Lena, ne csinálj őrültséget. Oké. Magad miatt ne tedd ezt. Életed legjobb férfiát nem érdemes eldobni. Nem tudom. Jaj, ezt nem akartam. Ez az én hibám, a butaságaim. Annyira sajnálom. Nem, mama, nem. Annyira szeretlek téged. Annak ellenére, hogy egy flegma nő vagy, egészen furcsa kinézettel, és még furcsább festményekkel. Nem tudtam hozzámenni Thomashoz, mert nem tudom, ki vagyok. Drágám. De ezt most kiderítem. Megcsináltad! Tényleg megcsináltad? Igen. Beszéltél neki Maxról? Én azt mondtam, tisztáznom kell egy múltbéli ügyet. És? Mit mondott? Hogy épp ezért szeret engem. Mert bármely más nő egy gazdag aglegénnyel szeretne az oltár elé vonulni, én pedig épp most hagytam ott őt. Csak ennyi? Nem. Addig csak jégert fog inni, amíg döntésre nem jutok. De Thomas nem is iszik. Tényleg, akkor lépj rá a gázra! Lena! Igen, igen, ez nagyon kellemetlen, de megesik az ilyesmi. De hát van ilyen. Na, menjenek. Az első feleségem az anyakönyvi hivatalnál hagyott ott. És aztán? A másodikat a saját hajómon vettem el, aztán nem jött tovább. Valamit tisztáznia kell a múltjával kapcsolatban. Ezt mondta. Igen, a tisztázatlan múltú nők a legizgalmasabbak, nem? Na igen. Miért is? Mert egy nő múlt nélkül annyira unalmas, mint egy férfi jövő nélkül. Bíznia kell benne. Higgyen nekem. Visszajön önhöz. Hogan. Én csak el akartam venni. Bocsásson meg, de ön
nem lenne az esetem. Egészség. Egészség. Hú! Menjek veled? Köszi, de ez személyes ügy. Max? Vigyázz, alak mérgező. Akkor miért nem teszel ki egy táblát? Azt hittem, már régúton vagy Mauritius felé, a milliomos Lindbergeddel. Ide figyelj! Nem játszadozhatsz a sorssal és az életemmel. Úgy értem, tudom, hogy én szakítottam, de még olyan fiatalok voltunk. Még annyira más voltam akkor, és mindegy. Azonban semmi okod nincs rá, hogy tönkretedd az esküvőmet. Micsoda? Hát az SMS. Max, tudom, hogy nagyon megsértettelek, de tényleg nincs okod, hogy az esküvőm napján így csúfot üsz belőle. Várj csak, Max nem üs csúfot belőled. Mit csinálsz itt? Te ki vagy? Egyáltalán mit avatkozol bele egyáltalán? Csak várjatok egy pillanat, várj csak. Nem én voltam, nem én voltam, nem én voltam. Lina, nem én voltam, aki ezt az üzenetet küldte neked. Nincs is meg a számod. Ó. Oh. Itt van, drágám. Köszi. Ó, be sem mutattam. Ő itt Lina Lind, Frederikson. Á, igen. Astrid Plante, Max mennyasszonya. Szuper, hogy megismerhetlek. Annyi jót hallottam rólad. Igen, nagyon szuper. Tényleg nem te írtad az SMS-t? Max, én csak még egyszer minden jót akartam kívánni. Elvinnél valahova? Ennek már mindegy. Rosszul ment. Nagyon rosszul. Ha többet iszik, akkor már egy cirrózisban fog meghalni. Megmérgezi magát. Nem mindegy, ha az ember 16 órát dolgozik egy nap, és óriás vállalatokat épít egy szép jövő reményében, és aztán közbeszól valami múltbéli dolog. Talán a múlt nem is múlt el igazán. Hogy érti ezt? Hát, amikor ön és Lina összeköltöztek, és rájöttem, hogy ez tényleg komoly önök között, nos, akkor én kutakodtam egy kicsit. Tehát kémkedett utánunk? Rutinos vagyok a vállásokban. Elvesztettem a teljes vagyonomat. 4 hajóm és 5 feleségem. Meg akartam bizonyosodni arról, hogy magával nem ez fog történni. Hát ez teljesen bevált. Ez nem. De valami egészen más, igen. Ezt kaptam. Vagyis, hogy úgy mondjam, kölcsön vettem. Közvetlenül az esküvő előtt kapta ezt az SMS-t. Ne kövess el hibát. Mi összetartozunk. Most és mindörökre ez a mi sorsunk. M. Csak egyetlen egy férfi volt Lina életében, aki tényleg fontos volt neki. Egy Max Miles Söderlundból.
Max. Süderlundól. Max! Emlékek? Dehogy. Érted, mire gondolok? Mire? Tudom, ki ő Max. És tudok az emlékkönyvről, ami a kis dobozban van. Mindenkinek megvan a története. Tudom, mit jelentett számodra, de... akkor még kamasz voltál. Most már férfi vagy, és most én vagyok neked. Persze, hogy így van. Ne gondolj erre. Lehet, hogy maradtak üres helyek az esküvőjén. Ez félreértés. Semmi közöm hozzá. Csak bizonytalan. És egyenesen hozzád jött a mennyasszonyi ruhájában. Astrid, ez olyan ronda volt. Astrid, kérlek. Jelent neked valamit? Ő is része a múltamnak. És én? Te a jelenem vagy, és persze a jövőm. Válaszoltál már az apám kérdésére? Melyikre is? Fogadd el az ajánlatát, szállj be a jachtklubba. Ott sokkal jobb a műhely, igazi jachtokat építhetnél. Gondolkozz rajta, oké? Ma otthon maradok. Papa migrénes. Ne dolgozz sokáig. Házasodjunk össze. Tessék. Ezen a héten. Úgy értem, már olyan régen elterveztük. Csináljuk meg, szűk körben, hivatalosan. Hű, minden nő ilyen lánykérésről álmodik. Bocsáss meg. Ismersz, ebben nem vagyok jó. Oké. Oké. Csinálsz nekem egy csésze kakaót? Ó, persze. Én megyek Stockholmba. Oké. Kívülről belülről ismerem Maxot. Sok mindenre képes, de nem hazudik. De akkor ki írta azt az SMS-t? Először azt hittem, te. Azt gondoltad, bármire képes lennék, hogy megvédjelek. Még magadtól is? Ilyen sárkánynak gondolsz? Házasságot a kizsákmányoló kapitalistáddal az igen után még mindig jó emberré változtathatod. Azt hiszem, ezt meghagyom az anyósának. Ugyan már. Inkább megkímélek a jó tanácsaimtól. Pont te mondtad, hogy én sosem találkoztam az igazival. Aj, mama. Te még annyira fiatal vagy. Na, te mondod. Na, akkor vegyél fel valami szépet, és menj vissza a párocskádhoz, rendben? Nem tudom, hogy akar-e még engem. Minden bizonnyal. Sőt, még annál is jobban. De nem is ez a gond, igaz? Az oltárnál állva pánikolhat az ember, és visszarohanhat az exhez, de... De mi? Ha korábban nem éreztél volna valamit Max iránt, amit akkor nem értettél, akkor most nem nálam lennél, hanem Tomásnál. Max! Max! Bújjelő! Max! Hol vagy? Már megint SMS-t írogatsz? Bújj elő! Da, 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 da.
vagyok az élet császára! Juhú! Na gyere le, és küzdj, mint egy férfi! Mit akar? Megsérültél? Nem, rendben vagyok. Nagy kár. Lindberg? Mit akar itt? Te SMS terrorista, te! Nem láttad véletlenül a mennyasszonyomat? Amennyire tudom, ez a mennyasszony már olyan, mint a tavalyi hó. Nehogy azt hitt, hogy ilyen könnyen legyőzhetsz. Egy olyan nő, mint Léna, többet érdemel, mint egy buta halászkunyhó a parton. Nem vagyok halász, te profitorientált. Ha nem? Ha nem? Hajórestaurátor, jaktépítő és villamosmérnök. Szóval, amikor ezt a monstrumot építetted, meg kellett vizsgáltatnia az agyi áramköreidet. Figyelje, Lindberg! Sértegethet, igen, sértegetheti a mennyasszonyomat, sértegetheti az anyámat is, de a hajómat nem. Valóban? Van egy rossz hírem a számodra. Ez a hajó úgy néz ki, mint egy rozog a lélekvesztő. Úgy jut, mint egy 8 éves kislány. Te meg úgy énekelsz, mint egy lány taknyos. Hé, nem hagyom magam sértegetni. Várj. Az előbb mennyasszonyt mondtál? Nekem mindig készrejtély volt, aki ilyen óriás vállalatokat tud építeni. Szóval nem küldtél SMS Linának? Ah, bingo! Maga egy született nyomozó. Akkor is az az M! Gőzöm sincs ki az. Talán a Mikulás. Irigylésre méltó. Én úgy bámultam rá, mint az első randin. Köszönöm. Ez most kicsi meglepő, de... Nem magára értettem, hanem rá. De hát az már rég volt. Jó reggelt! Halkabban. Az ember már nem bírja öregem, mi? Ha befejezted a fiatalság dicséretét, tudnál valamit adni a fejemre? De humorosak vagyunk ma. Nem csoda, hogy Léna még mindig szeret. Ugyan, dehogy. Visszamegy hozzád hamar. Akkor miért kellett a nász éjszakámat itt töltenem? Kapott egy SMS-t, és rögtön hozzád rohant. Csak biztosra akart menni. Ja. Nem értem, miért. Mert te a totális ellentéte vagy annak, amiről korábban álmodott. Miről álmodott? Szegénységről? Szabadságról. Az, hogy engem elhagyott és hozzád akar menni, azt mutatja, hogy teljesen megváltozott. Épp az ellentétem lett. Ne csinálj belőle ügyet. Fiatal vagy még. Kávét? Ez a legkevesebb ezek után. Az érzéseid ellen semmit nem tehetsz. Igen, de még most sem tudom, hogyan döntsek. Ez nem egyszerű. De ez azért van, mert a lényegtelen döntések a fejben vannak, a fontosak viszont a hasban, amikor az elme készenlétben van. Akkor meg kell keresnem a készenléti fejem. Jaj. Sajnálom, hogy nem segíthettem. Eleget segítettél, mama. Minden megvan? Igen. Thank you.
Az elveszett menyasszony. Jó, hogy újra itt van. Velünk marad, ugye? Ő itt van? Félek nincs. Sajnálom, de én Lindberg úrnak dolgozom, és az a kötelességem, hogy tájékoztassam azokról a dolgokról, amiket tudok. Értem. Ez, hogy is mondjam, ez az én dolgom. Azt meg tudja mondani, hogy hol van? Még hogyha tudnám, sem mondanám el. Mondja, nem volt itt este, ugye? Jó ég, ott hagytam a vasalót. Persze, a vasalót. Mondd, miben mesterkedsz? 21-et. Ki kell szellőztetnem a fejem, mielőtt visszamegyek. Ezért kell az alsónadrágod levenni? Ja, persze. Miért ne? Traumatizálod a halakat. Ugyan, túlélik. Reggelt, igazgató úr. Mindent tudok. Üdv újra köztünk. Hamarosan kezdhet. Ön a legjobb. Pontosan. Lina! Örülök, hogy itt vagy. A vendégek miatt is. Így már nem kell azzal foglalkozni, hogy kihelyettesítsen. Na, hogy vagy? Mi van Tomásszal? És Max? Ach, ez az a három kérdés, amit nem tudok megválaszolni. Beszélhetnénk inkább a te magánéletedről az enyém helyett? Abszolút. Tudom, már kiviseli az öltönyt. A safety pro? Mikael Ackerfeldnek hívják, 25 éves, és wow! Már flörtöltünk is. És a legjobb? Gazdag mint? Mint a Brunei szultán. A nagyapja Sören Ackerfeld, a famágnás északról. Együtt laknak a lakosztályban, és úgy gondoskodik róla, neked is látnod kellene. A fa olyan rendkívül érdekes. Itt van. Hello, Berit! Örülök, hogy látlak. Részemről a szerencse. Ma este van egy kis időm, talán akkor mi... Mennem kell. Örültem. Mikael! Mikael! Megyek! Este 8-kor a kikötőben. A fenébe! Nagyon sajnálom! Vigyázzon már, hogy úszik! Megsérült? Oh, maga az! A hölgy az üzletből. Hogy van a feje? Hát én... Jól, nagyon, nagyon jól. Bár igazából jobb lett volna, ha tegnap teljesen kiüt, meg kimért volna néhány dologtól. Ó, szegény. A barátaimnak csak Tom. A fodrászom Miminek hív, ami elég fura, mert a nevem igazából Anyéta. Örvendek. Én is. Sajnos nem tudom megdicsérni a ruháját. De mit csinál itt Söderlundban? Itt élek és dolgozom. Bár a munka inkább csak a személyiség külső betülete. Ó, igen? Szóval mindennek, amit csinálok, a lényege, hogy a rabló kapitalizmus és a nyugati pénzügyi befektetők ellen és egy igazságos ökológiai gazdasági rendért küzdhessek.
én is. Tényleg? Igen. Igen, igen. Én utálom ezeket a... Na, profitorientáltakat. Megkönnyebbültem, hogy ezt hallom, mivel a legtöbb férfi rögtön meghátrál, ha egy politikailag aktív nővel találkozik. Én nem vagyok olyan, mint a legtöbb férfi. De azt hiszem, ez magára sem igaz. Lenne kedve ezt egy üvegbor mellett megbeszélni? Ott a tó túlpartján ismerek egy kellemes helyet. Oda úszhatunk, ha szeretné. 12 vagy 13 kilométer. Nagyon szívesen mennék, de ma... Szóval most sajnos mennem kell. Minden szerdán és szombaton itt vagyok. Talán összefutunk még. Minden jót! Viszont... Amúgy itt tilos messzelenül úszni. Már vagy ezerszer próbáltam. Nem akar velem beszélni. Meg tudom érteni. Írd neki SMS-t. Nem írhatok neki most egy SMS-t. Azok után, hogy tegnap egy SMS-ért hagytam úgy ott. Megint igazad van. Oda kell mennem megint. És? Mi van a milliómos unokával? Meglátjuk, mi lesz ma este. Na akkor, sok sikert. Köszike. Max, én csak azt akartam... Lina. Évek kellettek, hogy elfelejtselek. Felépítettem egy életet. Egy fantasztikus nővel. Egy jövőt, házassággal, gyerekekkel, házzal. És akkor odajössz, és egy pillantásod, egy érintésed, egy szavad szétzúz akár egy papírhajócskát. Én nem kapok levegőt. Mit művelsz? Fogd ezt. Lina, fogd meg. Fogd, kérlek. Elveszem Astridot feleségül, amilyen gyorsan csak tudom. Fogadd ezt el, és szállj ki az életemből. Kész vagy? Nem, de... mindegy, menjünk. Akkor gyerünk. Köszi, hogy eljössz. Még szép. Te nem is akarsz menni? Nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Lina itt volt. Igen. A hangsúlya voltom van. Lindberg úr. A sajnálata őszinte. Tehát érez valamit. És most? Kéne egy igazi probléma. Tényleg? Én olyan gazdag vagyok, hogy az már nekem is kínos. Egészséges vagyok. Itt van Lina, egy gyönyörű ház. Azt sem tudom, mennyi autó, magánrepülő és... Kettő, pontosan. Hirtelen ez már nem jelent semmit. A legkevésbé sem. Van saját láncfűrészem. Hogyan? Mi jut eszébe? Ezt nem bírom ki. Ez szörnyű. Istenem. Ó, Anita! Itt vagy végre. Mark! Mi áradban vagy itt? Elfelejtetted. Mondd, hogy most az egyszer nem felejtetted el.
Jó, igen, a találkozó a stockholmi üzleti brancsal. Úgy van. Mark, megegyeztünk, hogy nem festek semmilyen előcsarnokot. Én művész vagyok, nem belső építész. Persze, de... Én képeket festek, nem díszítő elemeket, és főleg nem cégeknek. Igen, igaz, amit mondasz, és Isten mentse, hogy itt mindenki néz, de meglátogatott ez a végrehajtó a galériában, csak miattad, és persze ő semmit sem tud a mi megállapodásunkról. Egy végrehajtó? Igen. És mit akart? Ha ez ilyen egyszerű kérdés lenne, azt mondanám, hogy imádta a művészetedet. Igen, igen. 40 000 korona? Adó hátralék és késedelmi pótlék? Az Isten szerelmére ne haragudj meg, a legjobb művészem vagy, nagyon szeretlek. Kérlek, mindent előkészítettem, mindent. Micsoda? Igen, ez egy nagyon jóképű végrehajtó volt, gyönyörű, izmos, libabőrös lettem. És igazán megdöbbentő, amilyenek ma a köztisztviselők. Oh, Mark! És az előcsarnok olyan klassz, mondj igent, kérlek. Te egy alattomos gazember vagy. Szeretlek, gyere. Vegyél fel valamit. Drukkolj nekem. Hadd magyarázzam meg. Kérlek. Léna, nem kell megmagyaráznod. Először is tudok Maxról. Másodszor mindannyiunknak van múltja. De tegnap a templomban a megérzésedre hallgattál, az érzéseidre. De az SMS tegnap. Ötletem sincs, kiküldhette. És hirtelen eszembe jutottak dolgok, meg a sors, és összezavarodtam. De most már biztosan tudom, hogy hozzátartozom. Léna, hiszek neked, hogy most tudod, most, ebben a pillanatban. De, Léna, az a csodálatos időegység, amiben élsz, az a pillanat. De én... Nekem tudnom kell, hol leszek 10 év múlva. Nekem... Szükségem van a stabilitásra. De én nem töltöttem az estét Max-szal. Én igen. Elmentem hozzá, mert meg akartam verni. Csak nem? Igen, de csak önvédelem. Jesszusom. Léna, figyelj. Max és én csak beszélgettünk. Hosszan. És a te Maxod rendes gyerek. De ő már nagyon rég nem az én Maxom. Elhagytam őt. Igen, Léna, de ti mindketten hasonlóan gondolkodtok és éreztek. Na és? A hasonlóság nem feltétele a szerelemnek. Az ellentétek vonzzák egymást. Igen, de hosszú távon a hasonlóság fog két embert összetartani, és az is ugyanígy megy, mint amikor az ember az oltár előtt áll, és igent mond. De én szeretlek. Léna, tegnap óta már nem vagyok benne biztos, hogy nem csak tetteted magad. Lindberg úr, bocsásson meg, a találkozója. Igen, megyek. Ma este megbeszéljük. Thank you.
közepe jó lesz. Az anyakönyvvezető nem akart kötélnek állni. De elmagyaráztam neki, hogy apámnak milyen fontos a házasságunk. Üdvözletét küldi, és nagyon örül, hogy elfogadod az ajánlatát. Erről még szeretnék beszélni vele. Tudod, én ide tartozom. A kis műhelyemhez, ami én vagyok. Új típusú hajókat szeretnék építeni, és független maradni. Nem pedig sportkatamaránokat javítani. De nálunk független maradsz. Legalábbis pénzügyileg. Nem szeretnél tovább fejlődni? Az nem fejlődés, amikor mindent feladsz, amiben hiszel. Szeretlek. Tedd, amit helyesnek tartasz. Na? Mit szólsz? Mit is csinál a cég? Nem fegyvert árulnak, ha erre vagy kíváncsi. Ha nem? Nem tudom pontosan, valami műholdat vagy madárelleséget. Tényleg nem tudom, de jól fizetnek, mert egy nagy konzorciumhoz tartoznak. És a legjobb az egészben, hogy a főnök is jön. El akart utazni, de aztán meggondolta magát. Nos, mit mondasz? Mondj igent. Van választásom? Nem, nincs. Michelangelo-nak tám volt, amikor a Sixtusi kápolnát festette. Ingverson úr, ez itt a megbízunk. Jó napot. Jó napot. Ja, és jó ez napot. Az úr itt... Anderson. Tom Anderson, örvendek. Én is. Annyit, te Rubin. De kérem, ki nem ismeri önt? Igen, én a konzorciumnak dolgozom, amihez ez a cég tartozik. Igen, ez nagyon jó. Különben is... Mit is gyártanak? Igen, ez egy jó kérdés, de nos, mi egy olyan cég vagyunk, ami ökológiai és fenntartható gazdasági mérce szerint működik. Valóban? Igen. Igen, szóval minden termék, amit előállítunk, politikailag korrekt és vagy egészséges. És ön, feltételezem, egy politikailag aktív művész. Minden művész politikailag aktív, legalábbis fejben. Akkor ideje összehozni az abbát, és vegyünk fel egy tiltakozó dalt. Jó ötlet. Tehát, van már ötlete? Hát, őszintén... Csodás, akkor megbeszélhetnénk ezt ma este, vacsora közben. Kiváló. Szívesen foglalnék egy asztalt a... Le Chevalier-be. A kedvenc éttermem, 7-kor. Pompás. Nagyszerű. Köszönöm, köszönöm. Viszontlátásra. Vagy úgy. Igen, akarom. Igen, akarom. Igen, akarom. Ha az ember őszintén elhatározza, nem is olyan nehéz. Nem is gondoltam, hogy az érzései iránt amilyen gyorsan elmúlnak. Nézze, Lina. Én sokat voltam tengeren, és bejártam a világot. Olyan különbözőek az emberek. De a szerelemben ugyanolyanok. Bátornak kell lenni. Ez még a legerősebb tengerésszel is elbánik. Nem csak. A szerelemben csak bátor van, és gyáva. De mikor jön már? A Lindberg úr telefonált, hogy ma későn jön, üzleti vacsorára kell mennie. Ó, a Le Chevalier-be. Nos, megígéri. Azt festek, amit csak akarok, és ön elfogadja. Önre bízom magam. Kicsit sem fél. Egy kicsit. Mindjárt jövök.
Lina! Mindegyik üzletfelednek fogod a kezét. Oh, nyugalom. Ez lesz a cégünk új központja, és... Tudom, hogy ügyetlen, szeszélyes és kiszámíthatatlan vagyok. De ennyire senki nem nézett még hülyének. Rémeket látsz. Mit akarsz tőlem? Ott hagytál az oltárnál, már elfelejtetted? Igen. És már tudom is miért. Minden rendben? Igen, igen, teljesen. Tizennyolc, tizenkilenc. Aztán ebben a hotelben kezdtem el dolgozni, mert pont ezt a hotelt szerettem volna. Az egyik legjobb egész Stockholmban. Ajajaj, olyan jó volt. És szeretek emberekkel foglalkozni. Ez olyan izgalmas. Én is sokat foglalkozom emberekkel a munkám során. Ez úgy megy. Képzeld el, ha egész nap egy íróasztal mögött kéne ülnöd, és csak számítógépen pötyögni, ez annyira szörnyű. Gyere előre, gyere. Elkötöm. A fizetés nem a legjobb, de vannak ennél fontosabb dolgok is az életben. Az én szakmámban sokat dolgozom gazdag emberekkel. Gondolnád, hogy egyik sem boldog? A barátok szerintem nagyon fontosak. Na meg az egészség és a szerelem. Nekem ennél több kéne egy csókhoz. Köszönöm a szép estét. Én köszönöm. Már rég nem beszélgettem ilyen jót. Te nagyon jó hallgatóság vagy. Ez manapság nagyon ritka. Na igen. Ez a munkám része. Mennem kell. Visszaviszlek. Aludj jól. Holnap találkozunk. Alig várom. Lina, el sem hiszed, összejöttünk, és én olyan... Max? Thomas. Ő papol a megbízhatóságról, és ő a legmegbízhatatlanabb. Ez komoly? Sajnos igen. Jól van, iszunk valamit. Maradj itt, és ne csinálj butaságot. Mindjárt jövök.
Köszönöm. Lenne kedve benézni a stúdióba? Így legalább vethetne egy pillantást a műveimre. Elég késő van. Ne haragudjon, de ilyen tájt a műértésem már alszik. Oké. Jó ét. Tudja mit? Megpróbálom felébreszteni a műértésem. Mit szól? Kérek engedélyt a fedélzetre lépni. Léna? Engedély megadva. Hová utazol? Nem tudom. Talán egy másik kikötőbe. Max, ha tudtam volna, hogy engem... Ah, ugyan. Mién változtatott volna? Mindenen, Max. Miért nem kértél meg? 18 évesen. Egy olyan lányt, aki csak a nagyvilágról beszél. Gondoltál már arra, hogy egy nő tudja, milyen fontos a férfiak számára az egész szabadság dolog? Hogy könnyen bepánikolnak, túl sok a megkötés, az otthoni közös beszélgetés, és akkor inkább csak elszaladnak, és a barátokkal focit néznek. Tomás jó ember. Szeret téged. Ezt kétlem. Rájöttél közben, hogy kiírta azt az SMS-t? Hát őszintén szólva, reméltem, hogy te voltál. Lina. Miért jöttél el? Mert rájöttem, hogy Tomás csak a derűs oldalamat szereti. Mert nem olyannak lát, amilyen vagyok, mert állandóan magyarázkodnom kell, te pedig egy pillanat alatt megértesz. És mert a szép múlt után csak veled lehet szép a jövőm. Ő csak azért kellett, hogy erre rájöjje. Lina, akkor miért szakítottál velem? Mert nem tudtam elhinni, hogy már megtaláltam életem nagy szerelmét. Ó, csak nem rosszkor jöttem. Nem. Én csak sok szerencsét akartam kívánni nektek az úthoz. A közös úthoz, amire hamarosan ráléptek. Sok sikert! És ezért festesz absztrakt képeket? Az absztrakció megvillan a nyilvánvaló mögött. Akkor Oscar Wilde-nak nem volt igaza? A világ igazi titokzatossága az, ami látható, nem az, ami láthatatlan. De igaza volt. De a művészet a valóság interpretációja is, nem az ábrázolása. Jó. Mutasd hát az interpretációdat a valóságomról. Nos? Ő ki? A lányom, Lina. Most már kicsit idősebb.
Épp most lett volna az esküvője, csak közben jött valami. Lina Rubinnak hívják. Nem, a családnevünk Frederikson. Rubin a művész nevem. Köszönöm szépen a felejthetetlen estét, de tényleg most mennem kell. Minden rendben? Igen. Nagyon köszönök mindent. Látjuk még egymást? Nos, jól aludt? Igen, köszönöm. Rendben. Tudna nekem jövő hétre néhány szabad napot adni? Keresnem kell egy új lakást, és... Az én terveim szerint maga most Mauritiuson van. Nem itt. Mikael, hová tűnt? Jövök, Ackerfeld úr. Nagyon szigorú a nagyapád, ahogy veled beszél. Ackerfeld úr a munkaadóm. Munkaadód? Én vagyok az ápolója. Nem tudtad? Nem. Én... De Ackerfeld. A nevetek Ackerfeld. Vagy úgy, nálunk minden második embert így hívnak. Mikael! Megyek! Mennem kell. Később találkozunk. Szeretlek. Hát akkor mégsem gazdag szívtipró. Úgy érzem, már semmi sem számít, gazdag-e vagy szegény, milliomos vagy, esetleg beteg ápoló. Bevettél valamit? Ő az. Micsoda? Ő az én szívtipróm. Akkor is, ha csak 12 koronája van. Max? Lina volt itt? Neked is szép reggelt. Bocs, jó reggelt. Ez kávé? Így áll csak. Kösz. Nos? Itt volt, hogy elmondja nekem, hogy csak tavalyi hó vagyok neki. Ezen kívül megfogadta a tanácsomat is. Mert ő szeret téged. És nem tudja, hogyan mondja el, hogy nem előled menekül, hanem saját maga elől.
Tomás túl fiatal még és fél. Büntetés helyett oszlasd el a félelmét, nyugtasd meg és vedd el feleségül. Ennyi. 3 nap múlva elveszem Astridot, más nem számít. Szóval, beírtam novemberre, és az üléstermet lefoglaltam önnek. Köszönöm. Köszönöm. Én csak... Azért jöttem, hogy megkérdezzem, el akarsz-e még venni feleségül? De úgy néz ki, már túl késő. Ez az én szövegem. Új gyűrű az új kezdethez. Időzítés. Ő Tomás. A korábbi vőlegényem. És már egy fél órája a jelenlegi vőlegényem. Úgy örülök, hogy végre megismeritek egymást. Örvendek. Én is. Azt hittem, hogy kerül engem. Nem is értem, hogy képes a szemembe nézni. Mama! Na igen. Én művész vagyok, az olyan pénzügyi befektetők ellensége, mint amilyen ön. És titokban reméltem, hogy néha azért rossz a lelkiismerete. Hát a jövőben különböző ötletekbe és termékekbe fogunk fektetni. Akadályoz a jövendőbeli terveivel más embereket? Mama! Sose szándékosan. A tudatlanság nem mentség. Léna... Én... annyira örülök. Nos hát... Isten hozott a családban, drága vejem! Szia! Szuperül ment. Ahhoz képest, amilyen korábban volt. De kár. Kicsit elkapkodtuk, nem? Kinek van szüksége azokra a csicsás esküvői dolgokra? Na igen. Szükségük van rá. A 3. házasság után az ember tudja, hogy mindenre fel kell készülnie. Adja ide. De, Hocken. Nem volt szívem kidobni ezeket. Hocken, maga egy kincs. Mindjárt féltékeny leszek. El kell intéznem valamit.
Szűz Máriám. Ezt a képet sosem fogom tudni eladni. Tragédia. Ez felbecsülhetetlen. Én nem ezt mondtam. Istenem. Megcsináltad legalább azt a munkát Andersonnak? Máshogy hívják. Hogyan? Felejtsd el. Ott a kép. Ez itt? Igen. Nagyon kíváncsi vagyok. Ne aggódj! Ez a művészi szabadság. Azt festek, amit akarok, ez áll a szerződésben. Hello. Hello, Anita. Max, örülök, hogy látlak. Izgalmas kép. Még nincs kész. Vannak dolgok, amik jobb, ha befejezetlenek maradnak. Igen, igazad van. Szerelmi bánat. Nem komoly az ügy. Gondoltam, hogy nem a művészi szakvéleményemért hívtál. Max, Lina volt nálad? Aha. Szóval tudod, mit érez valójában? Azt ő sem tudja. Max, együtt töltöttem egy éjszakát a vőlegényével. Én is. Semmi nem se volt történt. Semmi. Tudod, nagyon-nagyon jó volt vele. És annyira hasonlóak vagyunk. Szavak nélkül is megértjük egymást. Ilyet még sose tapasztaltam. És biztos, hogy ő is így érzett. Ezért volt ma reggel olyan fura. Fura? Miért? Mi történt? Én bolond. Én meg azt mondtam neki, hogy... Mit mondtál? Bocsáss meg. Max, mit mondtál? Svensson úr, én kicsit zavarban vagyok, de most akkor megtartjuk? Persze. Örvendek. Üdvözlöm. Örülök, hogy eljöttél. Linaért teszem. Én is. Bocsánat, de a lelkész úgy tudom siet, másik esküvője is lesz ma. Lesz ideje. Igen, eltartott egy ideig, de minden utat elbarikádoztunk. Na. Kedves Lina, kedves Thomas, kedves rokonok és barátok. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy tanúi legyünk Lina és Thomas gyors... Szent házasságkötésének. Ezekben a nyugtalan időkben a házasság kincs, egy nyugodt kikötő az élet viharos tengerén. Nem az. Ez mind butaság a biztos kikötővel. Na de kérem. A házasság két szerető szív vallomása.
A szerelem pedig nem langyos állóvíz a part közelében, hanem egy hatalmas, nyílt tenger. Viharokkal, áramlatokkal, nagy hullámokkal, amik néha az arcodba csapnak, és aztán megéled életed legszebb napját. És így mindig hajózni szeretnél, nem kikötőben állni. Ez mind izgalmas, Max, de beírhatod az emlékkönyvedbe. Mi most házasodni szeretnénk. Igen, pontosan. Kedves Lina, szeretnéd az itt jelenlévő Tomászt? Hazudtam neked, Tomász. Lina nem azért volt nálam, hogy megmondja, téged szeret. Max. Hanem azért, hogy megmondja, hogy engem szeret. De én azt hittem, csak össze van zavarodva. És te is össze voltál zavarodva, amikor az éjszakát Lina anyjánál töltötted. Mi? Drágám! Várjunk csak! Ki, mit, kivel, mikor? Nem történt semmi. Csak jobban megismerték egymást. És egymásba szerettek. De ezt még ők sem tudják. Max, ebből elég. Még nem fejeztem be. Tomász elvesz téged, mert nem akar megbántani. És pont ugyanezért édesanyád is félreáll. És én idióta. Én vagyok a felelős mindenért. Mert nem volt bátorságom küzdeni, érted? Mert nem volt bátorságom felbontani az eljegyzésemet Astriddal. És elmondani neked, hogy annyira szeretlek, hogy arra nem találok szavakat. Hát, ez nem épp a megfelelő alkalom. Igaza van. Hát, ez most elég gicses volt, Max, de igazad van. Elnézést, de most szórakoznak velem? Ha eldöntötték, hogy ki kit akar elvenni, majd hívjanak. Drágám, nem tudtam, hogy ő az, és semmi sem történt, hidd nekem. Talán jobb lett volna. Akkor ez nem történik meg. A szerelemben nem tudod megkímélni magad. Épp ez a titok. Ha ezt tudod, akkor nem csalódsz. Max, elég a háziasszony pszichológiából. Kérd már meg. Lina. Hozzám jössz feleségül? Én ezt nem akarom látni. Lindberg úr talán megvenné, ha nem látná. Vége a karrieremnek. Tönkre mentem, tudom. Elnézést, a tárgyalás tovább tartott. Ja, a gép! Egészen elfelejtettem. Mutasd! Az alkalmazottaim örülnek majd. Igen, egy ennyit a Rubin kép, egy nagyszerű művésznő, ugye? Elnézést, itt a kép, ahogy megbeszéltük, a lépcső fölé. Köszönöm. Nagyszerű. Nagyszerű. Csodás. Tudtam. Csodás. Vigyázzat. Vigyázzon, kérem. Vigyázzon. Kedves Lina. Kedves Max. Kedves rokonok és barátok. Hokán. Rendben. Akarjátok? Igen. Igen. Mint a svéd királyi flotta kapitánya, immár 1983 óta házastársakká nyilvánítalak titeket. Megcsókolhatjátok egymást. Drágám, gratulálok. Most már szívesen megtudnám, ki írta azt az SMS-t. Hey, megszereztem a boltos nő számát. Szuper. Na, írjad. Már évek óta imádlak, de te észre
Észre sem veszel. Most jön a T. T pont? Ó, ez nagyon frankó. Ja. De küld már, nem rossz. Nem kell kiraknod azt a képet. Tényleg ronda lett. Garantáltam a művészi szabadságot. De csak mert szerződésünk van. Tetszik.